Megállapítom, hogy az Arabóna egészítési közülése 28 fővel határozatképes. Az ülést megnyitom. A Városházán tartotta közgyűlését az Arabóna EGTC, a 2011 óta létező nemzetközi társulás évről évre fejlődik és bővül, Győr város vezetésével pedig több fontos, milliárdos nagyságrendű fejlesztést valósítottak meg a térségben. Az EGTC sokat segít a tagtelepüléseknek a jó és hatékony pályázásban, illetve abban, hogy közösen tudjanak pályázni különböző programokra, akár határon túli partnerekkel együtt. Több mint 3 milliárdos projekteket generált és nyert el az EGTC belül, az Arabóna EGTC, és számtalan kis településen sikerült olyan jellegi tevékenységeket folytatni és elnyerni, mint például a falubusznak a kérdésén, hogy több mint 40 ilyen buszt tudtunk ezzel a szervezettel a pályázaton megnyerni, vagy hogyha arról beszélünk, hogy a Győrgönyű kerékpárútnak a projektmenedzsmentjét szintén ez az Arabóna EGTC végezte. A csütörtöki közgyűlésen döntöttek a társulás újabb bővítéséről, mostantól ugyanis már Koroncó is az EGTC tagja. Alapszabályt is módosított az Arabóna, ugyanis több célkitűzésüket kritizálta az egyik szlovák minisztérium, ezért azokat kivették a szabályzatból. Az egyik az Euróatlant integráció erősítése feladatunk, illetve az Elton tekintetében pedig a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenységek hatáskörének az illetékességét kifogásolta. Ezért javasoljuk a tisztelt közgyűlésnek, hogy ezt a két pontot töröljük a feladat meghatározásainkból. A felügyelő bizottság 2015-ös beszámolóját is elfogadta a tagság, amiből kiderül, hogy tavaly nőtt az EGTC törzstőkéje, idén pedig már 20 milliós bevétellel számol a társulás. Ezen kívül az Arabóna 12 másik konzorciumi taggal közösen pályázott egy 2 millió euró összköltségvetésű programra is, ami ha nyer, akkor nagyjából 6 millió forinttal segíti a vidéki értékek megőrzését és a falusi turizmus fejlesztését a térségben.